az időszerűségét az adja, hogy ugye ott a darabban egy lányról, az én lányomról beszélünk, aki elszakadt otthonról, elmegy külföldre, aztán ott ragad. És tehát ezért ez az a fajta elvándorlás, egymástól való elszakadás, a családoknak a föllazulása, ez nagyon nagy kérdésként volt föltéve annak idején Sütő András által, és most pedig itt izzik körülöttünk. Tehát számomra a család az a legfontosabb közösség, amelynek én felelőse vagyok, amelynek a közepén vagyunk, persze mindannyian is, erre a kötés, a kötelékre nagyon nagy szükségünk van, egymásra. És ennek a drámájáról szól a színdarab. Azt kell mondanom, hogy a nézők is, a benyomásom az, hogy nagyon nagy figyelemmel és örömmel fogadják ezt tőlünk. Az alapaktualitás, a család, az összetartozás, a magány, az, hogy hogyan törnek szét családok, a remény, hogy lesznek-e még egészben családok, vagy csak szét lesz szakítva minden. Tehát ez egy általánosság, erről nincs is mit beszélni, főleg ma, amikor családok úgy esnek szét, hogy máshová mennek a fiatalok dolgozni, és vissza se térnek a szülői közegbe, vagy éppen honnan származnak, vagy csak éppen évente egyszer, vagy még annyiszor sem. Nagyon sok párhuzamot vélek felfedezni, akár a napjainkkal is, tehát ugyanúgy ott van egy határ, mint akkor volt, ugye a mostani időkben egy-két éve nagyon megindult az elvándorlás, mint olyan, tehát rengeteg fiatal ment el a falunkból, de akár édesapám korabeli emberek is külföldön vannak és dolgoznak, és sajnos az a tapasztalat, hogy most már nem csak a férfiak és a fiatalok mennek el, hanem nagyon sok esetben ugye a nők is mennek, és szerencsét próbálnak a boldogulás miatt, és hát ennek azért van egy nehéz része is, úgyhogy akár ez, de hát ugye nagyon sok tekintetben van párhuzam, tehát tényleg sorolhatnánk. Azt gondolom, hogy a darab nagyon sok szépséget is tartalmaz önmagában a sok fájdalom mellett. Nem fog vele szót érteni. Az én uram lesz, nem kiedék. Én élek majd vele. De csak te vajon titokban, éjszakai sötétségben, denevér módjára. A szerelem, hogyha már annyira elkapott téged, akkor nem él emberek között? Nem. De hát akkor hol az Isten csodájában? Abban az egyetlen szívben, amely magának társat választott, s kész, pucára, nem jár ki okossága, nincsen, atyafisága nem számít, a szóértés nem számít, a nagyobb család arculata nem számít. Így választottak, édesapám. Én választottam, magamnak választottam. Jó, rendben. Első körben ez egy hármas koprodukció volt, három színház állt össze, és nyilván egyrészt lehet pénzről beszélni, hogy közösen viseljük ennek a produkciónak a terheit, illetve az alkotók csatlakozása. Három színházból rakódott össze a színészi csapat, a Zentéhez kötődik az úgynevezett alkotói csapat, és hát ezt a produkciót a Zente Ferenc Színház forgalmazza, és hát nagy öröm volt együtt megcsinálni, mert tényleg ez egy jó érzésű koprodukció volt, játszottuk mind a három színházban elég sokat, és így ez egy nagyon hasznos ügy. Pár évvel ezelőtt, mikor mi ezt elkezdtük csinálni, és tehát azért tudtam, hogy találkoztam már Sütődarabbal, vagy akár egy Tamási darabnak is, azt gondolom, hogy a nyelvezete az hasonló. Tehát bennem őszintén megmondom, volt ijedelem, hogy ezt napjainkban hogyan fogják érteni, és mondjuk főként a fiatalság. Mert a mondani valója az, azt gondolom, hogy abszolút aktuális, értékes, hosszú távon is. Nagyon fontos értékeket is képvisel, és nagyon fontos üzeneteket közvetít az emberek irányába. És amikor tényleg elkezdtük csinálni, aztán bemutattuk, meglepő volt, hogy a 15 éves korosztály is tényleg érdeklődéssel fogadta, értette és szerette. Tehát volt olyan fiatal, aki elmondta, hogy ő már harmadjára jött el megnézni. Úgyhogy ez nekem nagy-nagy öröm, így a kihívások mellett, és minden előadás alkalmával vélek felfedezni új szépségeket, így a mondatokon belül. Szokták mondani, hogy a színésze
önmagát próbálja meg, vagy magunkból próbálunk fogalmazni, a mi fantáziánkból, a mi tapasztalásunkból, tudásunkból, képzelőerünkből. Tehát igyekszem többnyire az alakokat, amelyeket megformálok, igyekszem olyanra formálni minden színész természetesen, hogy az belülről jöve hiteles legyen, hitelesnek legyen az érezhető. Szóval hát a saját életemből próbálom meg kifogalmazni az összes munkámat benne, ezt is. Erre jártam. Gondoltam, megkérdem, hogy vannak. Kik, hogy vannak? Ó, igen, hát lassan, teli gyorsan múlik az élető Gábor fiam, de olyan gyorsan, hogy van holnap, csak nézhetünk utána. Nézd, először ezt találtam meg. Nem ő húzza, hanem Réka. Senki más. Csak aki megtalálta, aki 20 éven át kereste. Lelket húvítok elé. Jaj Istenem, bevég voltam azelőtt, míg a babám járt el a kapu mellett.